Jó estét kívánok, kedves nézőink! Május utolsó szombatján ismét arra kérjük Önöket, hogy töltsék velünk az éjszakát. Azt hiszem, a mai estére az lesz a jellemző, hogy a műfajok között fogunk tallózni, hiszen a vendégeink között lesz jazz énekes, színész, humorista, és hogy ne menjek elébe, elmondom, hogy konkrétan kik várhatok ide ma a stúdióba. Suda Balázs lesz első vendégünk másodmagával, egy musicallel, melynek címe Elég legyen. Majd bővebben beszélgetünk még róla. A Musical Színtársulat egyik tagját láthatták az imént, Szűcs Krisztina énekelt, és amíg így elhelyezkedik és a mikrofont felszereli, addig bemutatom a többieket, a társulat többi tagját. Kecskés Tímeával kezdem, a hölgyel itt ül mellettem, illetve Suda Balázs, aki a társulatnak, ha jól tudom, ugye a kinti beszélgetés alapján színésze, rendezője, menedzsmentje egy személyben. Ehhez csak gratulálni tudok. Köszönöm. Még egy fiatal társulat, ez egy kezdődő, induló társaság. Hogyan indult, hogyan jött létre a Musical társulat? Hú, ez egy kemény kérdés. Tavaly szeptemberében, legjobb tudomásom szerint, Ligeti Éva művésznővel, Ligeti Mária koreográfussal és Szűcs Norbert úr zeneszerzővel egy remek sztorin kezdtünk el dolgozni, és amikor összeállt maga a darab, elkezdtünk szereplőket keresni hozzá, és ezen a meghirdetett válogatáson a mellettem ülő hölgyek jelentkeztek, és a természetesen a társulat többi tagjai, és így találtuk meg őket. És ez a válogatás hogy zajlott? Tehát amatőrök, kezdők, profik, kik kerültek el ide, és segítette a szakma esetleg ebben? Hú, elég összetett a kérdés. Teljesen úgy zajlott ez a meghallgatásnak hívnám, mint egy normál színházi meghallgatás. Szakmától annyi segítséget kaptunk Straub Dezső művész úr szerepében, aki későbbiekben a rendezésben is segítkezett, aki segítségünkre volt abban, hogy a legalkalmasabb illetőket, gyerekeket, színészeket válogassuk ki a megfelelő szerepekre. A darab címe Elég legyen. Ha jól tudom, ez egy musical. Igen. Melyik kategóriában? Mert azért a musicalek is kategorizálhatók, tartozik ez a darab. Tehát inkább a zenés, a modernebb, fiatalosabb változat, vagy egy komolyabb, prózai szövegekkel megtűzdelt variáció? Ez is egy érdekes kérdés. Én a darabot zenés vígjátéknak hívom, ez abból indul ki, hogy tulajdonképpen egy prózai alapokra támaszkodó vígjáték, zenei betét dalokkal, mint az imént is hallhattuk itt az egyiket. Tehát tulajdonképpen musical besorolása szerint én jobb szeretem, ha zenés vígjátéknak hívják. Most hadd kérdezzem a hölgyeket, Timát és Krisztát, hogy végül is úgy tudom, hogy ők még profi társulatban nem játszottak. Mennyire volt nehéz feladat, mennyire volt kihívás, mind a színészi játék, mind az énektudás ebben a darabban? Hát mind a kettő nehéz kihívás volt szerintem. Az ének az azért annyira nem, mert ezek olyan dolog, amit szerintem a közönség, hogyha megismeri, akkor megszeretni őket. Nagyon dallamosak és sláger dalok szerintem. Tehát énekelni ezeket könnyű. A színészi játék az, ami gondot jelentett, hogy ez egy zenés figyelték és nem musical.
tehát nagyon sok próza van benne. És hát aki csak az énekkel foglalkozott, annak nagyon nehéz a prózákat megoldani. De sikerült, és úgy érzem, hogy összeállt a darab, és nem, tehát ilyen mértékben nem szenvedünk hiányt. Kell trenírozni a hangotokat? Szükség van rá? Így van, kellene. Még annyit szeretnék elmondani a témához kapcsolatban, hogy szerintem, mint amatőr társulat, a legnehezebb feladatot választottuk, már a musical miatt is, ugye az ének, a tánc, a próza egyben, ez így egy kicsit sok, úgyhogy mondjuk nekem első a színészek minden esetre, igen. Így van. Gondot okozott, de aztán megoldottuk. Trenírozás volt, Ligeti Éva, a főiskola korrepetitorainak tanárnője volt ebben segítségünkre. Hozzájártunk hangképzésre és énekórákra. És milyenek a karakterek, a szerepek, amiket kaptatok? Közel állnak, vagy nem ti választottátok, hanem rátok osztottátok? Ránk osztották. De úgy érzem, hogy közel állnak hozzánk. Tessék? Ki mit énekel a darabban? Ezt elmondanátok? Kinek mi a szerep? Igen, igen. Én vagyok az az ember, aki a darab végén el fogja játszani a darabban a darab főszerepét. A Kriszta pedig ez az ember, aki... Én vagyok az a hölgy, aki a darab, ha fogalmazhatok így, negatív főhős nője, akinek egy befutott és már le is futott híres színésznő, aki lenne a főszereplő a darabban, de aztán végül is azt mondja, hogy mégsem. És így lesz a rendezőasszisztensből a nagy sztár, aki majd helyette lesz. Hogy ne legyünk ennyire találkozni. Balázs, egy kicsit foglald össze a cselekményt, hogy miről szól a darab. Tehát tulajdonképpen a színpadon egy színháznak a társulatát látjuk, amint egy új darab bemutatójára készülnek. A rendező egy nagyon híres színésznőt kérte föl a főszerep eljátszására, aki mellesleg a volt szeretője. Csak hogy a rendező életében változások álltak be, és jelenlegi partnere, a mellettem ülő hölgy, Lucy szerepe szerint, aki rendező asszisztens és jelenlegi szeretője. Természetesen a rendezőasszisztens nem hiába van a színház, és a színpad körül sztár szeretne is lenni a színpadon, és ugyanez a szándéka a színésznőnek is, a híres színésznőnek, Helennek, akit Szűcs Kriszta alakít, ugyanez a szándéka, hogy megint befusson, megint egy kis fény jusson rá a színpadról, és ebből indul ki ez a szerelmi háromszöggel tarkított kép, ami okoz egy-két mint az problémát. Életben, tehát a munka és a magánügy keverődik, és bonyolodnak a szálak. Erről van szó. Hol játszotok most? Azt azért áruljuk el a nézőknek, mert gondolom sokan megnézik ezek után a darabot. Játszottunk a 10. kerületben a Pataki István Művelődési Házban, jelenleg az egyetemi színpadon a Szerb utcában játszunk. Ez egy kisebb színpad, de ugyanolyan jó a darab szempontjából, sőt talán hatásosabb és jobban ki is jönnek azok a effektusok, amiket a darabban megpróbáltunk megjeleníteni. És akkor búcsúzóul még egy kis ízelítőt adjunk a nézőknek. Mit fogunk hallani, Tímea? Én azt a számot fogom most elénekelni, ami szerintem az én szerepem szempontjából a darabnak a lényegét jelenti. Megfogalmazódik benne, hogy mik a tervé, mit szeretnék megvalósítani. Na hát lássuk, addig, amíg leszereled a mikrofont, addig én nektek sok sikert kívánok. Kívánom, hogy a nyári tervek is megvalósuljanak, mert gondolom most tele vagytok ilyenekkel. Természetesen reméljük, hogy ezek be is fognak válni a nyári fellépések. Reméljük, hogy a jövő évadban is lesz belőle valami. Hát majd a továbbiakról ismét beszámoltok nekünk akkor. Köszönöm. Köszönöm.
Én lesz